Üdvözlök mindenkit ebben az újabb videóban, és ebben a videóban 5 olyan dolgot fogok nektek mutatni, amit én még megörökítettem videózásom során, de ma már nem találkozhatnátok velük. Ezekből fogunk szemezgetni, és 5 olyat választottam, ami szerintem a legérdekesebb vagy legkultikusabb, de ma már nincs. ...2018-ban csak azért látogattunk el Pozsonyba Petivel és Rikárival, hogy megnézzük a sosem létezett metró végállomást, ami egy lakótelep szélén található, legalábbis hát némi maradványa, vagy nem is maradványa, hanem amennyi elkészült belőle, inkább fogalmazzunk így. Arra nem gondoltunk, hogy majd hatalmas ilyen belvíz vár minket, úgyhogy el kellett ugranunk a közeli Tesco-ba mindenféle zacskókért, de úgy voltunk vele, hogy inkább ázunk széjjel, de ha már idáig eljöttünk csak ezért, akkor be fogunk menni és elmegyünk a végéig. Ezt meg is tettük egyébként pár száz méter az alagút. Nekem sikerült is egyébként ott egy ilyen kis mélyedésbe, aknába, én nem is tudom, hogy pontosan mi volt, ugye a víztől nem lehetett látni beesnem, de hál' Istennek nagyobb problémám nem lett. Ugye érdekesség volt bent, hogy a nálunk megszokott jó öreg orosz kék metró graffitiét is megtaláltuk. Egy nagy érdekesség volt, és legjobb tudomásom szerint ezt már a tavalyi évben lebontották. Igaz, én személyesen nem tapasztaltam, nem láttam azóta, de minden fórumon ezt olvastam, és nekem is sokan küldtétek így nézők közül, hogy nézd már ez sincs. Úgyhogy hát nekem még megvan, illetve videóm még megvan örökítve, illetve hát nem csak nekem, hanem például ugye Rikárinak, Ricsinek is. Feltűnően sok lesz itt a metrós téma. A jó öreg kék metrókat is megörökítettem még az utolsó pillanatokban, viszont egyébként bosszus vagyok így utólag magamra, mert nagyon kevés felvételt készítettem, holott lehetett pontosan tudni, hogy mikor lesz vége a nótának. Hát most már ezen nem tudok változtatni, van amennyi van, de legalább van valamennyi, úgyhogy hát sajnos már velük sem találkozhatunk. Igaz, hogy ugye nosztalgia szerelvény lesz, de én mindig azt mondom, hogy ezek a nosztalgia szerelvények szépek, de mindig számomra az az igazi feeling, az az igazi nosztalgia, vagyis hát az lenne, hogyha ugye visszarepülhetnénk az időbe, mert a menetrend szerinti forgalomban az igazi minden ilyen jármű. Hát ma már csak videón nézegethetjük a menetrend szerinti forgalmat. Egy számomra annyira nem érdekes villamosvonalnak az utolsó maradványait is még megörökítettem. Ez nem más, mint a 20-as számú villamos, ami a Golgota tér, illetve ott a Ganzmávak környékén egy ilyen épület tömböt hurokban került, és ennek a huroknak a maradványai még megvoltak 2017-2018 elején. Én 17-ben készítettem róla az első videómat, akkor még teljes mértékben megvoltak, és nem volt még arról sem szó, hogy ezeket majd ki fogják bontani ott egy akkor még nem várt útfelújítás kapcsán. Aztán később ezt ki is bontották, arról is készítettem egyébként videót, amikor már ki van bontva, de még az útszélén ott vannak a vágányok, hát ezzel sem találkozhatunk ma már. Én azért örülök, hogy megörökítettem, bár eszméletlen, hogy miért hittem akkor azt, hogy ha a szanaszét vagdosok mindent, és közben zenéket nyomok a képek alá, az majd jól fog kinézni, hát nem néz ki jól, ezt így utólag is üzenem magamnak, de aztán majd lehet, hogy 3-4 év múlva a mostani videóim sem fognak tetszeni, ettől függetlenül legalább van róla némi képi anyagom. A következő nem más lesz, mint a kőbányai hőerőmű. Érdekes, hogy én ezt egyébként levideóztam akkoriban, ennek igazából az oka az, hogy ugye a 3-as villamos, vagy az én gyerekkoromban még 13-as villamos mentén található ez az erőmű. Rengeteget láttam, ugye amikor vasárnaponként, hétvégénként, inkább nem is az, hogy vasárnap, mert mentünk szombaton is, mentünk a mázsatéri piacra, akkor rengetegszer ugye itt mentünk el autóval, és valahogy ez az erőmű úgy bennem volt, ezért is megörökítettem már bontás közben, de legalább van róla némi anyagom. Hát itt is ilyen furcsa filtereket használtam a videóra, nem tudom, hogy ezeket akkor miért gondoltam jónak, de még egyszer azt tudom mondani, hogy legalább van róla némi képi anyagom. A következő videóm azért érdekes, mert amikor elkezdtem közlekedési videókat készíteni, akkor ilyen 800, 1000, 1500, tehát ilyen megtekintések voltak a videókon még, és az első kiugró videóm az konkrétan a kőbányai szellemmetró állomásból lett, ami azt hiszem 44 ezer, vagy valami egészen komoly számot hozott. Az akkor ilyen úristen kategória volt, hogy mennyien megnéztétek. És hát nyilván egy kicsit túlzás volt benne, hiszen valóban egyébként terveztek a 2-es metrónak egy szárnyvonalat, és a
Hung Expo, illetve ez itt a Kőbánya alsón található szolgáltató ház lett volna a végállomás. Ugye ezt a szolgáltató házat én még egyébként megéltem úgy, hogy ott voltunk vásárolni, volt ott zöldséges, volt ott egy kocsma, egy turkáló, tehát rengeteg dolog volt ott. Aztán valahogy ez így leépült, ez a történet. Az aluljáró is ugye megvolt valóban, tehát át lehetett menni ott a villamos alatt, de hát az meg egy irtózatosan rossz hely volt, talán én soha az életemben nem is voltam lent, csak láttam, hogy az még ott működőképes, tehát még az emberek lejárnak. Szóval a lényeg az, hogy a végén tényleg igazából egy ilyen csöves tonya lett, sajnos nagyon-nagyon rossz állapotba került az épület, és azt lehet mondani, hogy Kőbánya alsó egy ilyen szégyen foltja volt, és hát még azt is levideóztam, amikor lebontják. Nekem akkor egy ilyen nagyon szomorú zenét tettem alá, amikor bontják az épületet, és szedik le róla a feliratokat, meg mindent, és akkor valaki oda is kommentelte, emlékszem, hogy azért ez ennyire nem szomorú, hogy ezt a szégyenfoltot lebontják. Én igazából azért voltam szomorú, mert nekem ez egy ilyen kultikus hely volt, mert hogy így meghatározta tulajdonképpen, ez egy nagy motiváció volt így a videózásom kapcsán, hogy ennyien megnéztétek. Az akkor így egy nagyon különleges dolog volt. 44 ezer ember volt kíváncsi erre a videóra. Hát én megköszönöm nektek a figyelmet, és írjátok meg kommentbe, hogy melyik az, amit ti esetleg sajnáltok, bár sejtem, hogy ez majd a régi orosz metrók lesznek, leginkább legalábbis, illetve hogy nektek miről van olyan felvételetek, amit ma már nem láthatunk. Úgyhogy komment szekcióba csapassátok, a like gombot ne felejtsétek el megnyomni, és találkozunk legközelebb is, addig is, sziasztok!